ez egy pentár technika, kreatív technika óra. Ennyi. Köszi. Most a kamera visszakerült a helyére, és megmutatom, mit fogunk ma csinálni. Ez egy asztali, vagyis ajtódísz lesz, és ez egy tehát nyers kis fa darab. Közben próbálom megnézni magamat a számítógépen is, és esetleges hozzászólásokat is közben figyelni fogok, vagyis megpróbálom. Igen, bocsánat, egy pillanatnyi technikai akadályok felmerültek. Na, tehát ahogy mondtam, ajtódísz lesz belőle, lesz hozzá kis akasztója, és azon belül beszélgetünk ma a koptatott felületekről. Tehát elég izgalmasnak találom ezt a technikát, amit ma fogok megmutatni. Persze felmerülhet a kérdésetek, hogy miért is izgalmas. Tehát a koptatás az végül is, hát mondjuk egy kezdőknek, kezdő dekupázsosok tanulnak, és ugye mi van annál egyszerűbben, szerintem semmi. Tehát mindenki ismeri ugye pentárt, vintás effekt folyadékot, akár azzal nagyon szép koptatásokat lehet csinálni, akár ugye a gyertyás technikát mindenki megpróbálta, gondolom egyszer. Na, láttam a hozzászólásokat, sziasztok! És de mai napon teljesen más megközelítésben fogunk ezt a technikát megtanulni. Szóval az egyik változatát. Tehát mit csinálunk először? Először befogunk lazúr folyadékkal lekenni az egész felületet, és hozzákeverünk egy fekete lazúr gel. Tehát mind a két terméket fogunk használni. Ahogy azelőtt is előre dolgoztam, mivel ugye ez egy hosszabb, egy picit, tehát szaradások, meg koptatások, úgyhogy egy picit előre kezdtem. Tehát így néz ki. Így néz ki ez a felület most, lazúrozva, lazúr folyadékkal, lazúr géllel, és megkentem a dekupás lakkal, vagy kétszer. Itt van egy-két kis pálcika, ez egy fogpiszkáló, azért bedugtam ide, mert megjelöltem a akasztónak a két részét, mivel festeni fogunk, eltűnhetnek, és akkor tudom én időbe térek megkeresni őket. Az elsőt, keverünk két szín. A színekről majd egy kicsit tovább, később fogunk megbeszélni, mert ugye a koptatáskor azok a színek fognak látszani, ugye amit keverni fogunk most. Vagy esetleg amit használni fogunk, nem feltétlenül keverni, attól függ, hogy kinek milyen elképzelései vannak. Nos, nekem most mai napon nem egy finom pasztel, mint múltkori munkákban, tehát nem ezek a színek lesznek, hanem jó erősek, jó kis rusztikus hatást szeretnék elérni, jó erős színekkel, és egy ilyen igazán vidám hangulatú tárgyat fogok készíteni. Tehát, ahogy látjátok, két festéket tettem, egy igazi pirosat, jó kis tehát jó piros, nem egy tehát sötét, hanem egy jó vérpiros, és egy sárga színt ide kitettem. Fogom egy ecsetet, szélesebbet, és rögtön mind a két véget mártok, az egyik a sárgába, a másik a pirosba. És kezdek felvinni. Jó csíkos legyen azért, mert a koptatáskor szép lesz ez a csíkozott felület. Úgy csináljunk, hogy közepére többet tegyünk, és utána húzunk kifelé. Remélem látszik. Tehát így húzunk a közepéből. Na, ide teszek meg pirosot. Ide teszek meg sárgát.
azért legyen bőven rajta festék, ne a folyó természetesen, de azért fedjen le valamennyire, és akkor ilyen jó. Próbáljunk meg egy függeleges csíkokat alakítani, vagy képzelni, nem egy össze-vissza, hanem egy így szép, így ahogy a fa erezett, ugye van az alapon, úgy festünk itt, ugyanúgy használjunk különböző színeket az oldalakat is. Én itt annyira nem fogok így precízen festeni, nem baj, hogy egy picit barna is maradt ott, meg hát ezek a sárgák, meg piros színek. Itt egy picit elkentem. Jó. Úgy látszik, hogy nem lesz elég, egy picit még talán. Ja, nem, elég lesz. Elég lesz a festék. Na, hát mondjuk így. Ez az első lépés a munkának. Most meg kell szárítani. És jöhet a következő szín. A következő színeket úgy fogunk kikeverni, hogy fogjunk egy kéket, fehéret és egy ecsetet. Nem is ecsetet, hanem az a kis kanállal fogok tenni, mert abból kicsit több kell, mert keverni fogunk több, három szín, tehát jobban mondva igen, keverni fogunk. Két szín, meg fehér, meg külön lesz nekünk letéve. Tehát a kékből teszünk. Ennyi. Meg egy picit mellette. Nagyon szép az a kék szín, nagyon szeretem. És fehérből, mit mondjuk, kicsit több sikerült, nem baj. Majd visszaszedem. A fehér színből tegyünk be az egyik kékbe. Meg egy picit nyugodtan. Az első kéket csak úgy hagyunk, és akkor úgy lehet nekünk, hogy kék, világosabb kék és fehér színek. És ugyanolyan módszerrel, mint az előtt, hogy rögtön a ecsetre több színt fogunk felvenni, úgy fogunk kifesteni ezt a felületet is. Tehát mondjuk így meg így. Kicsit így fordítok magamhoz. Minél vastagabb a réteg, annál rusztikusabb lesznek a koptatások. Ezt vegyünk figyelembe, mert ugye valamelyik munka azt kívánja, hogy legyen a finom koptatás, valamelyik azt kívánja, hogy rusztikusabb, az mindenki ugye eldönti, amikor megtervezi valami szép tárgyat. Én most szerintem, érzésem szerint eléggé vastagon viszem. De ez majd kiderül, hogy én mit gondoltam, meg mit gondoltam a koptatás, hogy mennyire fog lekopni. Egy kicsit talán sötétebb, ide,
picit meg fehéret. Próbáljunk ugyanúgy vízszintes csíkokat. Ahogy sikerül, persze nem mindig úgy összejön, de azért fehérből is, bátran, mindenhol, picit egy kis, szerintem jó tesz neki, egy kis fehér szín. Így. Ez egy kék. Ne legyen homogén, hanem legyen minél több színű, attól sokkal izgalmasabb. Ahol látunk, hogy kevesebb a festék, ott nyugodtan meg vigyünk meg többet. Ugye meg nem szárad, meg simán. És ahogy mondtam is, fehéret, és csíkokban. Úgy. Nagyon tetszik. Ez a szín csodálatos. Szerintem ez a kék annyira... Ja. Tehát így, ilyen a felületem. Eléggé rustikus ez a festés. Igen, és most befestem az oldalakat. És azt fogok, vagy megpróbálom ezt elérni, remélem sikerül, hogy az a hatás kapjuk, hogy mint már többször át van festve ez a fa, és ugye az évek során, ahogy átfestettek, utána kopott, a nap kiszívta, egy kicsit itótamot látszik az előző szín. Itt egy picit teszek még hozzá, mert itt látom, hogy az így lemaradt. Jaj, bocsánat. Azt hittem, kimentem a kamerába. Na, remélem mindenki látja, hogy ez egy ilyen... Itt egy picit még látom olyan felületeket, ami nem festettem át. Most pedig megszárítom, de itt a szárításnak nem kell nagyon túlzásba menni. Tehát ahol csak bematul és már nem fog, akkor az már jónak mondható. Nagyon jó és meleg van a lakásban, szinte már meg is száradt egy picit, látom itt egy pici fénylik. Baj. Ja. Most jön az érdekesebb része, fogunk egy ilyen ragasztószalagot, és tegyünk egy csíkokat ide a felületre, és azzal a segítségével fogunk fákoptatást imitálni. Picit lehet az olló fogantyújával dörzsölni, és itt szakítunk. Ahogy látjátok, ott maradt egy kék szín a szalagon, és a fa azért, a fán látszik, a felületen látszik már a koptatás. Ugyanúgy megyünk végig. Meg rá kell segíteni, mert már tényleg nagyon gyorsan száradnak a festékek. Ugyanúgy függőleges csíkokban, ugye ahogy dolgoztunk, ahogy csíkoztunk a festékkel, ugyanúgy tépjünk le a
És látjátok, hogy már nagyon szép kis finom koptatások vannak a fán, nem annyira rusztikusak még, de majd megdolgozunk ezen. Hát nem csak a felső réteget viszi le. Nagyon jó. Nagyon jó, egy ilyen kis finom, finom koptatás. Meg egy picit még azért. Igen, meg egy pár helyen meg megyek vissza. Remélem nektek is látszanak ezek a koptatások. Itt kilátszik a sárga, némelyik helyen a barna szín, szintén kilátszik valahol. Tehát ugye rétegeket tépjünk le folyamatosan szalaggal, és jönnek alul azok a szín felül, színek, ami használtunk a kék alatt. Ja. Na, nézzetek csak. Ups, az egyikük eltűnt. Tehát így, most így néz ki. Meg van koptatva valamennyire. Meg nem teljesen készen vagyunk, meg fogunk koptatni másodszorral is, nem csak ezzel, de ugye ti is látjátok, milyen szép kis, hogy mondjam, igazi, életszerű koptatások vannak, és nem egy, hogy mondjam, olyan mű kopottság van rajta, ami sokszor azért lehet látni. Azok is szépek, persze nem arról van szó, de ezek igazán, mint a, ugye, valami öreg, többször átfestett tárgy. Na, folytattunk tovább kis koptatást, és fogjunk egy szivacsot, meg egy kis picike rongyot, be vannak vízezve mind a kettő, nem úgy, hogy folyik róluk, de azért megvan fest, megvan. És akkor itt kezdjünk itt picit dörzsölni a szélét. Itt csak annyi, hogy tehát amennyire szeretnénk, hogy milyen szín jöjjön fel. Tehát ugye addig moshatunk, amíg a barna fel nem jön, ugye, mert a barna az alapszín, utána jött a sárga meg a piros keveréke. Úgyhogy ez minden attól függ, hogy mit szeretnénk, hogy milyen színeket választottunk a munkához, milyen lesz a ugye, rátét, ami ugye tovább csinálunk, itt kicsit díszítünk, meg na, sok mindent. Ott függ, válaszoltok ti mindig. Én most szeretném, hogy minden szín látszon, a barna is, a sárga is, ahogy haladok így. És itt is próbáljunk meg függőlegesen dolgozni. Ne legyen szabályos, ne legyen kör, ne legyen kocka, mert az életben ugye semmi nem szabályos. Tehát ezeken a tárgyakon, mert ez nem lehet, mert minden másképp kopik. Most látjátok, haladok. Tehát ez egy csak egy sima vízessel, kicsit törölve vannak. És koptatás, ilyen gyönyörű koptatások jönnek elő, és nagyon, nekem például nagyon tetszenek, hogy színesek. Szerintem az ez marha jó néz ki, mert itt egy barna, itt egy sárga, itt egy picit, hát mondjuk nem piros, de egy ilyen más sárga szín. Ugyanúgy az oldalakat természetesen dörzsölünk ki van színre. Remélem mindenki látja, ahogy itt molyolok. Egy kicsit itt is mehetünk, ugye, hogy itt is tűnjön fel a és szinte a szemünk látára látszik, hogy változnak ezek a színek. Tehát ez most nem az a kék szín fehérrel, hanem egy kis türkíz lett, ugye mert sárgával keveredik egy picit, egy barna szín. Nagyon jó tesz ennek az egész felületnek. Kicsit mosunk a rongyal, meg koptatunk a szivacsal tovább. Nézzünk, ne felejtsük meg a másik oldalat.
És itt is szépen megyünk át. Nem muszáj nagyon, tehát az mindenki tehát szíve szerint, hogy mennyire legyen kopva a felület, mert valaki azt szereti, hogy egy pici koptatások vannak, én azt szeretem, amikor itt látszik, hogy ez koptatva van, pedig ritkán használom a munkáimban, de engem mondjuk ez nagyon megfogott, mert szerintem valami újszerű, meg ezek a ragasztó szalagok azért az hát mondjuk én nem tudtam ezt a módszer, nem régen tudtam meg, és nagyon-nagyon tetszett. Itt egy picit dörzsölök meg a barnáig szerintem, igen, így. Nézzetek milyen szép már, és nagyon jó néz ki szerintem. Remélem nektek is tetszik. Tényleg el is felejtettem megnézni, hogy... Köszönöm, valaki írja, hogy nagyon izgalmas. Igen, szerintem is nagyon izgalmas ez a felület. Na. Itt egy picit. Kicsit bevízezem, mert már kezd száradni. Lett, nem baj. Kicsit. Na, nézzetek? Szerintem, én nem tudom, ti mit szóltak, meg folytassunk egy kicsit koptatást? Vagy elég az? Én úgy mondanom, hogy ez már nem rossz. Ez már így jó kopott. Mondjuk ez az oldal szebb lehet, mert úgy itt egy picit lehetett volna izgalmasabban megoldanom. Mert itt egyformák a koptatások, de szerintem így is nagyon jó néz ki. Picit így. Közben itt kicsit dörzsölök, igen, és itt is egy picit, így, megnézem, hogy mit írtok. Remélem tetszik nektek is ez a szín. Itt még. Na, ez szerintem készen van, és megszárítom és lelakkozom. Itt látom, itt még egy pici kívánkozik. Legyen, aha. Így. Jó. Hol a teteje? Itt. Most lelakkozunk a matlakkal. Kell alakozni, mert tovább fogunk egy picit még antikolni a kék felületet, hogy ne legyen ennyire virító kék. Egy picit fogunk falazúra matítani, ezt tompítani, ezt az óriási kékséget. Jó. Picit lefolyt, itt is, már tiszta kék-zöld vagyok.
megszáradt a felületünk, és most egy picit átmegyünk, és le van lakkozva természetesen, mert csak utána lehet következő lépéshez folyamodni. Fogjunk egy favazót, egy ecsetet, egy papírszalvétát, és egy kezdjünk a szélről, aki gyors, az rögtön tud lekenni, és akkor megtörölni. Én azért részletekben fogok haladni, nem is biztos, hogy mindenhova teszek, tehát én úgy szeretem, hogy közben látom, és nem rögtön az egészet lekenem, aztán mit tudom, nem tetszik, és sokat kell lemosni róla. Már itt teszem, hogy lássátok. Törüljünk szépen. Ettől most a kék szín tompul. Nem csak az persze, hanem minden más szín is, ami rajta van, és egy kicsit még rusztikusabb lesz. Természetesen ezt a lépést ki lehet hagyni, akinek így is tetszett, az így is meg lehet hagyni, persze. Így. Jó. Jó, megöd ide egy picit. Nem muszáj teljesen törölni, lehet hagyni egy kis barnát, és ez mindig attól függ, hogy mennyire. Mi a hangulatban vagyunk, mert milyen tárgyról van szó. Hát ilyen. Ez most ilyen. Egy picit fekete lazúrgéllel is fogok dolgozni, de csak egy pici kell belőlem, mert pont a legerősebb koptatott részekre fogok tenni. Azzal egy kicsit kiemelem. Szinte elhagyható lépés, akinek így is elég. Ahogy kéne, akkor rákentem, rögtön le is szedem. Csak egy pici maradjon rajta. A sarkokra természetesen, ugye azok kopnak leggyorsabban, és legerősebben. Nehogy, ha használati tárgy, akkor az emberek ugye többször a kézükbe veszik. Jó. Picit ezen a sarkon is. Csak egy picit, nagyon pici árnyékot ad neki, ha jól látszik, akkor ti is észreveszitek, hogy ugyanúgy átmehetünk a peremeken is. Ja, tehát ez most így néz ki. Én azt mondanám, hogy ez egy mintafelület, már készen van. Na, még szárad. Elmondom, hogy mit képzeltem, milyen díszítést képzeltem rá erre a munkára. Mindegy. Na, én egy ilyen kis kakas találtam az interneten. Várjatok, elteszem a csúnya koszos kezemet. Egy ilyen kakas találtam az interneten. Szerintem az nagyon szépen illik ehhez a felülethez, akár a stílushoz, akár a színekben. Ez egy, hát nekem az most nem falap, hanem egy valami fémlap, nem tudom miről van. Én semmit nem dobom ki, úgyhogy ezt megtaláltam. Egy képet kinyomtattam lézernyomtatóval egy sima A4-es papírra, felragasztottam, és hát ez van egy kis egy ilyen szeg imitáció, mert most ragasztópisztolyozni fogok, ugye ezzel a módszerrel fog felrakni, normális esetben persze csavaróznék, de most nem fog arra idő pazarolni, úgyhogy ezzel letakartam a két lyukat, imitáltam azzal a szegeket. Na, és így fog kinézni ez a kakas, így fog kinézni felragasztva. Na, de mivel úgy gondolom, hogy ez a kakas egy kicsit, hogy mondjam, ez a kép egy kicsit kisebb, mint mondjuk lehetett volna picivel nagyobb,
és tehát is akkor egy ajtó dísz, még tudom, ahogy meg is volt reklámozva, hogy az lesz belőle, de tehát úgy gondolom, hogy ez a felület kicsit üres. Úgyhogy úgy képzeltem el, hogy hozzá még teszek egy ilyen akasztókat. Ja, remélem, így jól látszik mindenkinek. Na, az akasztó, hát az egy mondjuk egy jó kérdés, hányat tegyek rá, nem tudom, fogalmam nincs, mivel, tehát, akinek nagyobb a családja, három kulcs akasztó, aki ugye, mint mi most gyerekeink elköltöztek, akkor egy elég lenne, max. Kettő, úgy gondolnám én, nem tudom, mit szóltak hozzá, de leszedhetem kettő így is, nem tudom. Mindegy, így hagyom. Hogy csináltam a kulcsakasztót? Tehát ez egy sima fémszínű kulcsakasztó volt, és úgy antikoltam le, hogy lekentem először a fekete gessóval, aztán tettem rá barna színt, itt volt valahol, igen, ez egy, nézzünk, egy pillanat, ez egy gesztenyebarna. Gesztenyebarnával egy picit, egy ilyen félig száraz ecsettel mentem, itt-ottam ott, nem mindenhol, ugye, ahol csak úgy gondolom, hogy megrozsdásodna az évek során. És a végén pedig egy elefántcsont színnel átmentem egy picit száraz ecsettel, azt tényleg csak a száraz ecsettel átmentem, és attól lett egy ilyen kicsit kopottás hatása. Na, ugyanúgy csináltam ezzel a akasztóval, tehát ez egy ilyen fém akasztó, két ilyen kis csavaros végével, és akkor ugyanúgy leantikoltam, ahogy mondtam azelőtt, tehát gessó, fekete gessó, gesztenyebarna szín, és világos, tehát mondjuk ezt. De szerintem más színe szürke, egy ilyen szép világos szürkevel, vagy pici fehérrel össze lehet keverni feketével, az is nagyon jó. Na, bedugom a ragasztópisztoly, és befejezünk a munkánkat. Nem tudom, mennyire tetszik nektek. Nem tudok most, nem nagyon látom. Hogy mit lazúrt mivel lehet helyettesíteni? Hát nézd, egy ilyen vízbázisú antikoló folyadékkal mondjuk. Vagy egy kis festék lassító folyadék, van olyan, egy kis barna akril festék és víz. Tehát egy ilyen nagyon kis hikeveréket lehet kihozni. De mindenféleképpen lánkozni kell előtte. Ja, mi van még? Több kérdést nem látom, de lehet, hogy csak nem nyugodtan kérdezzetek, amíg melegszik a ragasztópisztoly, van időnk erre válaszolni. Na, meg egy kicsit beszélünk a színekről, hogy miért pont ezek a színek a koktatásban, amit használtam. Azért, mert ugye, tehát ezeket a színeket úgy kétféleképpen lehet választani. Azért, mert szeretünk őket, vagy azért, mert mondjuk bele vagyunk szerelmesedve ebbe a kakas képbe, és ugye hozzá próbálunk igazítani a felületet, ahogy én is csináltam. Tehát ugye mindegyik szín, amit használtunk, kitalálható ezen a képen. Azért, akkor szerintem eléggé harmonikusan néz ki a munka, és a végeredményben úgy a színek köszönnek egymáshoz. Ugyanúgy a kulcs akasztókon is, tehát ezzel a módszerrel, tehát a barna színt, ugye, bár mondjuk koptatásban ezt nem használtunk, de mégiscsak, ahogy keveredtek a színek, mégiscsak ez a szín ide-vissza jött. Tehát a színeket, a munka folyamat úgy hozunk össze egymáshoz, úgymond. Így szépen tudok kifejezni magam. Na, közben, ahogy megmutatom meg a másik változatot, ahogy gyakoroltam, megcsináltam meg egy ilyen, tehát ugye ilyen változatban, ez nagyon hasonló, de ez mondjuk így nekem ez egy kicsit jobban tetszik, mert itt több a világos, így nem tudom, kicsit a lányos zavaromban elfelejtettem oda tenni, vagy nem tudom, nem sikerült ennyire, nekem az jobban tetszik, több a fehér rajta.
Illetve van egy ilyen erősebben koptatott zöld felület, ami hát ami mondjuk a zöld alatt én használtam ugyanazok a sárga, a pirosat, és, de viszont sokkal erősebben megkoptattam ezt a felületet. Tehát ezt is lehet például. Itt más képet gondoltam, más változatban ilyen sült krumplisat. Tehát csak azért mutatom, hogy lássátok, hogy mennyire lehet erősen koptatni ezeket a dolgokat ezzel a módszerrel. Ezzel a módszerrel. Minél vastagabb az utolsó réteg festék, annál rusztikusabb lesznek ezek a koptatások. Ja, tehát így. Na, remélem az már megmelegedett. Hol vannak a lyukacskák? Ragasztunk fel. Ja, hát ezt elfelejtettem megmondani, hogy meg a kép körül egy kis zsinort ragasztottam, bocsánat, ezt elfelejtettem, ez a kis, és tudjátok, nem tudom, mi a neve magyarul, bocs, fogalmam sincs, valami szörös, akármi. Hát remélem az, hogy egyenesen állnak. És csavarunk vissza a megjelölt helyekre, ugye, mert nem tűntek el sok festésben ezek a lyukak, mert akkor tudjátok, hogy milyen szépen lehet keresni őket, amikor dekupázsolunk a doboz oldalakat, és akkor leszedjünk a zsánereket, és utána az Istenért se tudok megtalálni. Persze megtalálom a végén, de hát most ez most nem az a... Ez most nem az az idő. Igen. Jó, zöld vagyok. Kicsit meg jobban. Ja. Nézzünk. Ez most éppen nem azt a díszlet, hanem kulcstartó, szerintem. Egy ilyen igazi rusztikus, azt mondanám olaszos, egy nagyon-nagyon vidám elénk színekben. Kis egyszerű és nagyszerű dísz. Ajtó dísz, kulcstartó. Lakkozunk természetesen, mint mindig. Én meg szoktam fújni néha az akrilspray-jel, ha már ilyen, főleg befejezéskor mat legyen, mert hát ehhez a munkához szerintem matlak illik leginkább. Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok ezen a szombati délutánon. Vigyázzatok magatokra, sok egészséget mindenkinek, Szentes Jana voltam, sziasztok!